Sokan szabadultak tőle, Bacsvárosa mégis úgy döntött, megtartja a nemrégiben elkészült járóbetegellátó intézetet, és egyúttal körútra indult a városvezetés, hogy beszámoljon a lakóknak az eddig elért eredményekről és a további tervekről. Jó estét kívánok, a Dél-Somogyi várossal foglalkozunk a Miért ma esti műsorában, és tisztelettel köszöntöm Bacsváros polgármesterét, stúdiónkban Karvalics Ottót, országgyűlési képviselőt. Szép jó estét kívánok önnek is. Jó estét kívánok, köszöntöm önöket. Miért döntöttek úgy, hogy megtartják a járóbetegellátót, amikor mindenki a feladatfinanszírozást próbálja kritikával illetni, akkor nyilván oszt és szoroz ilyenkor egy város vezetése. Vajon megéri-e, nem éri meg, és milyen keretek közt tudnak működtetni egy egészségügyi intézményt? Miért döntöttek úgy, hogy megtartják? Nem sok önkormányzat van, aki így döntött végül. Hát úgy gondolom, hogy sok mindent kell mérlegre tenni ilyenkor, mert ez nem csak pénzügyi kérdés. Abban a helyzetben, amivel Barcs van, abban hátrányos helyzetben, nem akarom ezt fokozni és magyarázni, de az emberek egészségi állapotán is meglátszik az, hogy tulajdonképpen kevés a munka, utazni kell, kevés a bér. Tehát sok minden az mellett szólt, hogy mögötte lévő orvosi ellátást, ami ehhez kötődik, mert ebből azért adódik egy csomó egészségügyi probléma. Ezt valahogy nekünk helybe kell kezelni, és nem szabad még azzal tetézni, hogy az embereket utaztatjuk 30 vagy 40 kilométerre, tehát oda-vissza 60-70 kilométert kellett volna utazni ahhoz, hogy ezeket a vizsgálatokat elvégezzék majd. Mert Marcali példájából tanulva azért nem szeretnénk abban a helyzetbe kerülni, hogy egy központi vagy egy anyaintézmény, amihez kerülne fenntartásra a barcsi járóbeteg után a egyéb okok miatt, és talán nem is neki felróható, de egyéb gazdasági okok miatt elkezdi leépíteni a dolgokat. Hát természetesen én is, hogyha ilyen helyzetbe kerülnék, akkor ugye azt mondanák, hogy tovább élhetek, de a csuklómtól hiányzik lefele valami, akkor a csuklómat veszteném el, és nem az életemet. Tehát természetesen ebből a megfontolásból is másodszor a járóbeteg most fejeződik be, még nincs is lezárva a pályázat. Tehát Barcsvárosa nagyon sok pénzt költött arra, hogy ez a járóbeteg és ez a szolgáltatás színvonalemelkedés Barcson bekövetkezzen. Úgy gondolom, hogy felelőtlenség lett volna ezt a pénzt az ablakon kidobni, mivel a vagyonnal együtt elkerült volna minden. Sőt, hogy tovább fokozzam, elég sok probléma van az épület befejezésével, azok, akik készítették, vagy akik a pályázatot megnyerték és kivitelezték, szinte az összes csődeljárás alatt van. A tárgyalásoknál most derül ki, hogy az alvállalkozók nincsenek kifizetve. Tehát még több pénzt költöttünk rá ahhoz, saját pénzünkből, hogy ez működőképes legyen ez az intézmény a barcsi emberek érdekében. És innentől kezdve meggondolandó, hogy ezt az egészet tegyük-e ablakba, adjuk-e át másnak, kockáztassunk-e egy olyan döntést, amelyikben nekünk már, tehát Barcsnak, a vezetésnek és az embereknek nincs beleszólása. Másodszor átvizsgálva a számokat azt láttuk, hogy Barcs, ami lehetőséget kapott ebbe az intézménybe, ebbe az új intézménybe, hogyha azokat ki tudnánk használni 100%-osan, de hogyha csak 9-re, akkor is tulajdonképpen komolyabb hozzáadott érték nélkül működtethető ez az intézmény. Innentől kezdve meg nem volt kérdés Barcsváros vezetése számára, hogy az embereknek szükség van erre, ott kell tartani, és nem akarjuk a barcsiakat még hátrányosabb helyzetbe hozni. Mit szólt ez a szakma, hiszen kevés helyen zajlott szakmai egyeztetés, de Barcson igen. Hogy fogadták az ott dolgozók azt, hogy mi legyen a járóbeteg ellátóval? Ugye nyilván ők is mérlegelték, hogy vajon melyik a jobb megoldás. Hát természetesen a szakmával egyeztettünk, mert mi a város vezetéséből tehát az egészségügyi bizottság tanácsnokán kívül különösebben nem értünk ahhoz, hogy mit jelent az, hogy ilyen súlyszám. Szorozni tudunk, de akkor csak forintot látunk, de hogy azt hogy lehet ellátni abból a pénzből, azt nem tudtuk. Végigegyeztettük ezt szakmánként, tehát egészségügyi szakmánként végigegyeztettük a szakemberekkel, a kis segítő személyzettel, hogy nekik mi lenne jó. Amikor a számokat letették és tudták vállalni azokat a feltételeket, és azt mondták, hogy ahogy mi elképzeltük, az úgy üzemeltethető, különösebb hiány nélkül, akkor azt mondtuk, mi rából indultuk, örültek nekik. Nekik az volt a kimondott kérésük, hogy szeretnék megtartani ezt a fajta nagyobb önállóságot, nagyobb döntési lehetőséget szakmailag is, mert hát azért mégiscsak itt az igazgató, az ott lévő szakemberek döntenek abban, hogy
mi hova kerüljön, mit hova tegyünk, hogyan oldjuk meg a problémákat, és én megmondom őszintén, a szakmára támaszkodni kell, mert ennélkül mi akarhatunk valamit, hogyha a szakma ebben nem segít, ezt mondtam el nekik is az egyeztetésen, amelyik többször volt az igazgató úrral és a gazdasági vezetéssel nagyon sokszor, de magával az ott dolgozó emberekkel is, akik meghatározók, végtárgyaltuk ezt. Nekik is az volt a véleményük, hogy szeretnék elkerülni azt a kiszolgáltatott helyzetet, amiben nem mondom, hogy kerülnének, de esetleg kerülhetnek. Különösen úgy, hogy most startolhat egy egészségtörténeti pillanat a városban, hiszen nem sokára megkezdheti a működést a remények szerint az egynapos sebészet, így különösen le lehetne faragni gyakorlatilag az ellátásban a távolságokat. Most hova utaznak egyébként a betegek, hogyha műtétre van szükség? Tehát az a távolság, amit előzőleg mondtam, tehát minimum oda-vissza 80 kilométer. 70-80 kilométer. És ennek az egynapos sebészetnek a lényege, hogy egy csomó dolgot, amiért most utaztatunk, azt meg lehetne oldani helybe, sőt, meg is kell oldani helybe, mert természetesen az egynapos sebészet működését is bekalkuláltuk ezekbe a költségekbe. Azt is, hogy máshol mennyien állnak sorba műtétre, mennyi az idő, amire várakozni kell, most indul egy új lehetőség, itt mennyivel lehet azt esetleg csökkenteni, hányan választanák azt, hogy nálunk végeztetik el azokat az apró műtéteket, vagy végzik el azokat az apró műtéteket, amit ott el lehet abba a műtőbe végezni. Én úgy gondolom, hogy ez így kompletten együtt üzemeltethető, különösebb hozzáadott érték nélkül. Gyakorlatilag az utolsó, ha nem is az utolsó pillanatban, de az utolsó napokban hozták meg az ehhez szükséges döntést, ugye véleményt kellett nyilvánítani a képviselőtestületeknek. Feltételezem, hogy ez az alapos átvizsgálás oka, vagy miatt van, hogy ennyire elcsúszott ez a dolog, mert hogy van, aki már egy héttel korábban azt mondta, hogy köszönöm szépen, én nem, sőt, volt olyan polgármester kollega, aki meglebegtette azt már az év elején, hogy ő különösebb számítás nélkül át fogja adni, mert hogy ő ezt nem fogja tudni finanszírozni, az biztos. Én úgy gondolom, egy testület csak felelősen dönthet. Tehát annélkül, hogy nem látja a működtetési anyagi hátteret, nem látja a szakmai részt, és a szakmával nem egyeztetve dönti azt el, hogy ez a pénz ahhoz a feladathoz elége, vagy megközelítőleg elége. Természetesen itt Viszmajorra nem számolunk, mert az mindig egy kicsit fölborítja a dolgot. Itt akár épületbe, akár másba gondolkodunk. De ezt a döntést azért hoztuk meg ilyen későn, az utolsó pillanatig. Volt egy dilemánk, hogy azt csináljuk-e, amit az intézményeinkkel, hogy átadjuk működtetésre az államnak. És hát a vége ennek a hosszabb tárgyalásnak, akár a szakmai részének, akár a pénzügyi részének az lett, hogy ezt a döntést hoztuk meg, de tényleg az utolsó pillanatban, és úgy gondolom, hogy ez Barcsváros képviselőtestület részéről egy felelős döntés volt. Gyakorlatilag egy szó került az intézményekről is, és hát egy sor változás volt az elmúlt esztendőben, ami nem csak Barcsot érintette, de a város mindenképpen kiemelkedő százalékos arányt ért el az adósság konszolidáció tekintetében. Somogyban mindössze 3 település tudhatja magának az állam által így módon megajánlott százalékos arányt. Most Barcs esetében ez konkrétan mennyi, és mi a célkitűzés, hova szeretnének eljutni, hiszen a tárgyalások folyamatban vannak, lévén 10 000 fő fölötti a város. Igen, hát ez a kormányzati segítség nagyon jól jött, mert gyakorlatilag ezek a városok, amelyik olyan helyzetben van, mint Barcs, hogy aránylag nagy intézmény hálózatot tart fönt, mert szükség van rá, és kevés a helyi adóbevétele, mert olyan helyen fekszik, olyan országrészben, ahol nagyon sokáig, sőt, még most is azt mondom, fejlesztés nincs, talán most majd a kiemelt vállalkozói övezet és egyéb fejlesztések talán segítenek ebbe előrelépni. Úgy gondolom, hogy ezt vártuk is mi. Sőt, hát a 60%-ot, amit az állam automatikusan megajánlott, hogy ennyit konszolidál, ezt mi kértük, hogy legyen 70, mert ugye 10% az közel több mint 100 millió forintot jelent nekünk. Mivel lehet érvelni ilyenkor az állam képviselőinél, hiszen a szakminisztériumok képviselői eltárgyal ilyenkor a városvezetés, mi az, amit érvként fel lehet hozni, a 60-ból hogy lesz 70, nyilvánvalóan azért nem lehet elmondani mindent egy tárgyalás kellős közepén, de például mi az, ami Barcs malmára hajthatja a vizet a remények szerint? Hát az államot olyan nagyon nem kell meggyőzni, mert a 60%-ot automatikusan megajánlotta. Ezek arányszámok. Tulajdonképpen a működési költségeink, a kötelező feladatokra vagy adott támogatások, a valós működési költségek közti különbség, a banki adósság, amelyikkel tartozunk, és a kötelező feladat meg a nem kötelező feladat aránya. Hogyha ezt mind figyelembe vesszük, akkor
az van, hogy tulajdonképpen tovább nem lehetne működtetni a rendszert, mert egy 3 éves hitelszerződés, amelyiknek a tőketörlesztése, tehát a java most indul be, ebben az években az kezelhetetlen lesz, úgyhogy még a kötelező feladatokat is egy akármilyen állami támogatással látjuk. Ezt érzékelte az állam, a kormány is érzékelte, azok az adatokat, amiket kértek tőlünk szolgáltatásként, pontosan látják legalább annyira a mi helyzetünket, vagy ezeknek a városoknak a helyzetét, Balcs helyzetét is, mint ahogy mi látjuk. Tehát nem sokat kellett magyarázkodni. Gyakorlatilag érdekes helyzetben és szituációban jött ez az alkudozás, hiszen lévén azért lehet itt szorozni és osztani a forintokat, és az éveket is gyakorlatilag a fele ciklusnál tart nagyjából. A jelenlegi képviselőtestület, többször beszélgettünk itt a stúdióban arról, hogy az adósság nagy része örökölt, de gyakorlatilag nem lehet elmenekülni ellene, ez nem úgy működik, hogy most új képviselőtestület van, akkor nullázzuk az eddig felvett hiteleket. Ez nyilvánvaló. Ugyanakkor be kellett számolni, ezt a kötelezettséget vállalta a városvezetés, és utcáról utcára járva gyakorlatilag Barcs utcáin összehívták az embereket, és beszámoltak nekik az eddig elért eredményekről. Mire voltak a leginkább kíváncsiak? Mi az, ami ilyenkor eredményként elmondható? Mert az indulási pozíció, hát ahogy a Forma 1-ben mondják, nem volt éppen a pull pozíció Barcs esetében. Amikor átvesz az ember egy várost, vagy egy akármilyen társaságot, amelyik hát működéséhez pénz kell, és mikor megnézi a kasszát, akkor elég szomorú dolgok derültek ki Barcson. Szinte azt merem állítani, hogy tudatos csőd bukás volt beépítve a város költségvetésébe. Ezt próbáltuk elkerülni, nagyon sok oka volt. Ezeket próbáltuk elmondani, amit már elmondtunk 2010. október, december éve 2011. januárjában. Ezeket elmondtuk, hogy ezeket vállaltuk, ebből mit teljesítettünk. Itt voltak komoly beruházások, amelyiket félbe kaptunk meg, félig készen, falak álltak. Gyakorlatilag ennek az anyagi része már hát egy kicsit, hogy mondjam, le volt kopaszítva, elfogyott a pénz. Most ezeket elég nehéz befejezni pénz nélkül, tehát elég sok energiát fordult, de mégiscsak a vállalt feladatokat teljesítettük, akár az iskola felújítást mind a 3 iskolánknál, akár más egyéb ott maradt feladatokat, vagy most éppen a járóbeteget, amelyiket most fejezünk be és most fogunk zárni, remélem. Itt is egy nagyon komoly kiadással, mert az utolsó döntés az volt a Max ZRT-nél, a megyében elég sokan tudják, és itt is beszéltünk róla, hogy röntgenünkkel probléma volt, eléggé megvezették a várost, eléggé nem azt rendelte, aki a közbeszerzés megszerezte, ami a közbeszerzésben volt, okirathamisítás volt. Gyakorlatilag bírósági döntések vannak, de a Max ZRT-nél lezárult, tehát ők azt mondták, hogy mi nem vétettünk azt a lehetőséget, ami nekünk adva volt, azt kihasználtuk, de hát sajnos a kettő közti, a műszaki tartalom közti különbséget, amelyik a leszállított gép és a megrendelt gép között volt, az 27 millió forint, ez bizony kérik tőlünk, és ez teljesen természetes. De milyen alapon egyébként ezt miért kéri vissza a Max ZRT? Mert hogy ő kifizetett valami, tehát ő kifizette ugye nyilván a drágább gépet, és akkor igen, ez egy különbözet, egyfajta igen, különbözet, amit igen, a pályázónak vissza kell fizetnie? Vagy? Igen, tehát ezért mondtam, hogy a szerződést az Balcs városa és a pályázat kiírója között köttetett meg. Azt, hogy hogyan bonyolítottuk a közbeszerzéseket, az a mi felelősségünk. Az, hogy a leszállított gép műszaki tartalma és a most, tehát a megrendelt gép műszaki tartalma között mekkora a különbség, szakértők állapították meg, és a rendőrség a bűncselekményt megállapította, a bíróság majd valamit dönteni fog ebbe, de ahhoz, hogy mi az egynapos sebészetet beindítsuk és üzembe tudjuk helyezni ezt a gépet, ahhoz nekünk ezt a megállapított 27 millió forintot be kell fizetni, ez teljesen természetes. Tehát nem érnek rá megvárni a bírósági döntés végét, mert akkor soha nem lesz műtét? Hát most, hogy mikor lesz bírósági döntés, azt én nem tudom, ugye ez nem rajtunk függ, és mi addig nem tudunk várni, mert addig nem tudjuk használni. Sőt, hát hogyha nem indítjuk be az egynapos sebészetet, akár az odaadott lehetőséget, tehát a pontokat, a súlyszámokat is, akár el is vonhatják, mert nem tudjuk teljesíteni a feladatot. Ezért nekünk az a cél, hogy minél előbb működőképes legyen az intézményen belül az egynapos sebészet, és ezáltal tudjuk teljesíteni a vállalt feladatainkat, amit a
a pályázat kiírásánál is vállaltunk. Hát én úgy gondolom, hogy a városnak vissza kell ezt fizetni, aztán, hogy mi ezt megkapjuk a bírósági döntés végén attól a társaságtól, aki tulajdonképpen megvezette a várost, vagy nem kapjuk meg, nagy valószínűséggel nem. Ez az én megérzésem. Örülnék neki, hogy ez nem lenne igaz. Most az egyszer szeretnék tévedni. Ez egy jó indulatú tévedés. Igen, igen, szeretnék tévedni, de hát azt hiszem, hogy nem fogok. De ennek ellenére a város ezt bevállalja és el fogja indítani ezt a röntgent valamilyen módon. Ez most remélem, hogy egy pár héten belül realizálódik, és akkor az egynapos sebészetünk is indulhat. Ami mindenképpen egy unikális dolog lehet a Drávamenti városban. Gyakorlatilag mi az, amit még ilyenkor el lehet mondani az embereknek, hiszen ez egy széles körű tájékoztatás volt így fél időben, vagy a fél időhöz közeli állapotban. Nyilvánvalóan a város anyagi helyzete az egyik, de hát valószínűleg a választók, a lakók mégiscsak arra kíváncsiak, hogy Csókolom, hát mi készült, mik a város tervei, fejlődni fogunk-e, vagy pedig most megrekedtünk teljesen, és már terv sincs, mondván, hogy eddig pénz nem volt, most hol áll-e tekintetben a város, hogyha üres volt egykor a kassza, akkor tervezni sem lehet, vagy ezen már túljutottak? Hát üres kasszára is lehet tervezni, mert ugye azért üres a kassza, mert üres kasszára terveztek előtte is. Tehát, hogyha megalapozott lett volna az a tervezés, amit akkor terveztek, és azok a hitelfelvételek mögött lett volna egy olyan terv, amelyikből hát ebből vissza lehet fizetni, akkor azt mondom, hogy ez rendben van. Sajnos az összes pályázat, amiket nyertünk, az inkább ilyen kirakatrendezés volt, tehát szükséges városképet javító, inkább finomabban fogalmazok, városképet javító kép, és természetesen szolgáltatást, minőségét is javító pályázatok. Ugye ez a három iskola, a Széchenyi Ferenc Gimnázium, a két általános iskoláknak az épület felújítása. Érdekes volt, mert ez is vegyes volt, mert én úgy gondolom, és most is azt csináljuk, hogy minden olyasmire pályázunk, amelyik a működési költségeiket csökkenti, azon kívül, hogy a látvány is szebb legyen, de legalább olyan fontos a beltartalom, hogy a működési költségeket tudjuk csökkenteni. Hát ezekben a pályázatokban nem volt bent. Mint mondtam, félig készen kaptunk meg 6 beruházást, amelyiket be kellett fejezni, ez a három általános iskola, a nyugati városrészre, a járóbeteg, akkor volt útfelújítás, tehát egy csomó dolog. Természetesen az emberek arra voltak kíváncsiak, hogyha októberben ilyen nagy bajba voltunk, amit akkor elmondtunk, hogy október végén, november első napjaiban 70 milliós inkasszót nyújtott be a bank, mert hát ennyit már ki kellett volna fizetni júniusban. Közben, hogyha azt nézem, hogy még augusztus-június végén még 100 millióval megnőtt a hitelállományunk, akkor olyan túl sok mozgásterünk ugye nem volt. Ennek ellenére elmondtuk, hogy a gyerekeink, az ott iskolába járó gyerekek érdekében a három beruházást befejeztük. Ha nehezen is, és később is, tehát hosszú, egy éves csúszással, de befejeztük, mert ezeknek 2010 szeptember 1-én diákokat kellett volna fogadni, és akkor még a diákjaink mondjuk öltözőkben, meg egyéb helyeken tanították a diákjainkat, a pedagógusok. Egyiknek se jó. Se a szakmának, se a gyerekeknek. Ez volt az rövid egyik határidő volt a pályázatra? Magyarán szóval úgy tervezték meg az ütemezést magát az előző ciklusban, illetve az előző testület, hogy szeptemberre nem fejeződtek be az intézmények, azért becsengettek, csak nem volt hova menni, vagy nem így úgy? Így van, tehát legvégén 2010 szeptemberében az intézményeknek fogadni kellett volna a diákokat, be kellett volna fejezve lenni neki. De nem lett befejezve, hanem hát úgy álltak, ahogy álltak előtte. Ez volt az egyik olyan főindok, amelyikért akkor nem kértünk pénzügyi biztost. Mert hogyha pénzügyi biztost kérnek, akkor lefújhatták volna ezt, és marad a tető nélküli tanterem például? Ugye az átvilágításnál, az átnézésnél megnéztük azt, hogy mit tesz egy pénzügyi biztos. Mi is azt tettük majdnem utána, de mégis nem állítottuk le a nem kötelező feladatokat. És ugye, amikor nincs az embernek pénze, akkor van ruhára pénz, ennivalóra pénz, és a többit azt mellőzi. Nem fog venni hűtőládát, autót és egyéb dolgokat. Na most ez mind leállt volna, ezek a beruházások is lettek volna állítva. Valamikor majd a megállapodás, megegyezés után folytathattuk volna, de ez legalább fél év, 3-4 év. És a diákok addig lettek volna ezek között, ezek között a körülmények között, ezt nem vállaltuk, ez volt a fő indok, és hát sikerült teljesíteni, ezt kellett elmondani az embereknek. Ezt mondtuk el nekik, hogy ezeket teljesítettük, amit vállaltunk. Pillanatnyilag 2010-11-re való fordulásnál nem az a hitel volt, ami a bankban volt, hanem még 541 millió forint kifizetetlen beszállítói számlatartozás, amelyik nem kevés pénz, amelyik a
a 2012-2013-as évre fordulóra január 1-én volt 41 millió, 30 napon belüli kifizetetlen számla. Félmilliárdos csökkenés? Az egy félmilliárdos csökkenés, tehát ilyen léptékbe próbáltuk, ezt nem mondhatom el a banki hitereknél. A banki hitereknél egy dolgot tudtunk elmondani, bankokkal tárgyaltunk, kötelezettségeinket, tehát a kamatot és egyéb olyan költséget, amelyik a hitelhez jár, azt természetesen fizettük, hogy tovább tudjunk, és némi, valami kevés tőkét is törlesztettünk, hogy legalább a szándék látszó, hogy nem kibújni akarunk az előző években fölvett hitelek alól, hanem most nem tudjuk fizetni, és ebbe a bankokkal, tehát a pénzügyi intézetek meg lehetett beszélni ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ez nem volt elég a mi erőfeszítésünk, amelyik elmondva az embereknek is látták abból állt, hogy én személy szerint egy évig úgy működtem, mint egy pénzügyi biztos. Minden 10 000 forint fölötti számla a polgármester irodájából landolt, vagy engedélyeztük, vagy nem, és 10 000 forint fölött, mielőtt egyáltalán megrendelték volna, egyeztettünk, hogy mi az, amit meg lehet venni. Természetesen ez nem tetszett sok embernek. Hát ez nem az a tipikus népszerűségjavító intézkedés. Hát de nem is abban a helyzetben voltunk, hogy népszerűek lehettünk volna. Kérdés volt, hogy vagy becsődölünk, vagy megoldjuk a város problémáit. Hát mi inkább az utóbbit választottuk. Abban a kockázattal együtt, hogyha ez júniusban mondjuk kiderült volna 2011 júniusában, hogy nem sikerült, akkor ez már a mi lelkünkön szárad, és a mi hátunkon csattan az ostor. Be kellett vállalni, mert úgy gondoltam, hogy azok a feladatok, amik, és azok a lehetőségek, amik nem voltak meg ebbe a városba a diákok előtt egyébben, azt mi nekünk muszáj visszatenni, vagy legalábbis megpróbálni. Hát el tudom mondani, hogy sikerült. Azért nyilván sokan megkérdezik, hogy merre is kormányozza a hajót a képviselőtestület. Mi az irány, milyen fejlesztési lehetőségek vannak, mert hogy aki nem fejleszt, az lemarad. Említette például, hogy energiatakarékos beruházásokban gondolkodnak többek között. Milyen pályázatokat lehet, kell megragadni 2013-ban ahhoz, hogy azért, bár nem a kul pozícióból indult a város, ne legyen az, hogy ezt soha nem fogja tudni elérni. Teljesen egyetértek, hogyha valaki nem fejleszt és áll egy helybe, az visszafele csúszik. Tehát ez már a többiek akkor ad alatt mennek előre és elmaradunk. Sok problémánk volt. Talán a fejlesztések befejezésén kívül láttuk, hogy a szociális otthonunk, a szociális intézményünk az, tehát az öregek ellátása, nem a gyerekek, az idősek ellátása, mekkora igényt és mekkora nehézségeket támaszt, ezért beadtunk egy pályázatot. Ez is arról szól, hogy egy kicsit komfortosabban, egy kicsit több embert, egy kicsit lazábban, és egy kicsit olcsóbban tudjuk ellátni. Természetesen itt az van, hogy mondjuk csak például egy napelemek vannak az épület tetején, amire pályáztunk, nagyobb lesz a hely, bővítettük, megpróbáljuk kiváltani azt a fajta 210-valahány bojlert, amelyik a lakó épületekben van, azzal, hogy melegvizes termálkutat fúrnak nálunk, ezt rákötjük a fűtésrendszerre, megvan, hogy melyik intézményekre, a polgármesteri hivataltól, az összes intézményünkre, a művelődési házunkra, és ez durván olyan 30%-os megtakarítás jelent fűtésbe. Beadtunk egy pályázatot arra, hogy a közös költségeinket, tehát a világítást, a közvilágítást, azt olcsóban tudjuk. Itt gyakorlatilag 2 év alatt megtérülő beruházást lehet véghez vinni. Ez durván egy 160 millió forintos pályázat, amelyiket bízunk benne, hogy megnyerünk, és még így a 160 millió mellett 85%-os állami támogatás, EU-s pénz és 15%-os önrész mellett ez 2 év alatt megtérül. Tehát egy komoly megtakarítás, az lehet, hogy nem a mi testületünk, de Barcs városának majd a következőbe. De az első időszakban is, hogyha nem 2 év alatt térül meg, hanem egy kicsit később, már lényeges megtakarítás, 10-15%-os megtakarítást tudunk elérni, és azért ez komoly pénz, hogyha vesszük azt az összeget, amit fizetünk kell. Ezen kívül azt láttuk, hogy a lakosság is le van terhelve rendesen, tehát azok a rezsiköltségek, amit most a kormány meglép és csökkenti a gáz, stb., amit elmondanak ugye, ezeknek az árát. Mi ebbe gondolkodtunk előtte, amikor a Barcsi vizet, amelyik talán a megye egyik legdrágább vize, ezt megpróbáltuk egy másfajta rendszerbe, térségbe megoldani, nem csak Barcs városában, hanem Barcs térségben, ahol benn van egy csomó település, sok település, és azt a fajta vízvételi lehetőséget, amelyik mélyfúrási kútból van, a Dráva mellett, mivel hát
Európa legtisztább folyója természetesen kihasználva, csápos rendszerű vízkivételi rendszert építünk. Ez folyamatban lesz? Van. Hogyne, lényegesen olcsóbb, hogyha megnézzük azt, hogy nem olyan mérjöl, nem azokkal a költségekkel, nem olyan tisztítási módszerekkel és annyi megtisztítandó más egyéb elemtől kell a vizet bepumpálni abba a csőbe, ahonnan a lakosság kapja, akkor természetesen olcsóbb. De lehetséges, hogy sokkal nagyobbat lendítene a népszerűségen, hogyha átadnának valami szép dolgot, és át lehetne vágni a szalagot, nem? Én úgy gondolom, ez egy nagyobb kísértés ilyenkor. Én úgy gondolom, hogy a szalag átvágás, tehát nincsenek nekem olyan ambícióm, hogy én szalagot vágjak át. Én nekem az az ambícióm, hogy Balcsvárosát élhetővé tegyük, hogy ne menjenek el az emberek, próbáljunk munkahelyet teremteni, próbáljuk azokat a fejlesztéseket, amit remélem a 14 utáni uniós pénzekbe már be lehet tenni, hogy le lehessen normális úton jönni Balcsra, az egyik a 68-as, az úgy néz ki, hogy folyamatban van. A 6-os utat meg kellene csinálni, amelyeket eltérítették, hogy finoman fejezzem ki magamat a Duna mellett. Ezek azok az alapvető dolgok, amikbe lobbizni kell, és el kellene érni, hogy elkészüljön. Ezen kívül azt a lehetőséget, amelyik most a vállalkozói övezetek, kiemelt vállalkozói övezetté nyilvánított hátrányos térségekben, amelyikbe Balcs is tartozik, és még egy pár terület. Ugye ezeket próbáljuk kihasználni, és azokat a kedvezményeket, amit kormány szinten kapunk, állami szinten megkapjuk, azokat átadni azoknak az embereknek, és valahogy meggyőzni őket, hogy ott építsék fel azt az objektumot, amit éppen akarnak, azt a munkahelyteremtést ott végezzék el, mert 3 év múlva, hogyha sikerül lehozni ide az utat, akkor már az is megoldódik. Addig nagyon nehéz fejleszteni, ameddig az első kérdés az komoly fejlesztésnél, hogy autópálya milyen messze van a várostól, ugye, vagy azt kérdezik, hogy repülőteret 1 órán belül el lehet érni. Mi nem ebben a helyzetben vagyunk, kicsit nehezebb helyzetben, tehát most első időszakban arra törekszünk, hogy amíg van, azt megőrizzük, és hogyha lehet, akkor ezt tovább fejlesztjük, és akkor talán megmaradnak az emberek, nem mennek el a jó szakemberek, és nem csak az az ember maradott, aki gyakorlatilag segédmunkára lehet használni, mert arra meg nem lehet fejlesztés. Ezért az iskolákat is fejlesztjük, a szakmunkás képzőnket szeretnénk azon a szinten, abban a létszámban megtartani, és olyan irányultság, olyan szakmákat képezni, amelyikre ott szükség van. Ugye, mert a kettősség megvan ezen a területen, mint ahogy máshol is. Tehát, hogyha egy jó lakatost, hegesztőt akarok találni Barcson, akkor nem fogok találni. De hogyha megnézem a munkahelyi központban lévő statisztikát, akkor azt látom, hogy egy csomó ember képzettség nélkül, magyarul segédmunkás, annak ellenben munkát kell adni. Ezért az állami támogatásokat jó néven veszük, mert minden, hogy mondjam, ellenzéki javaslat vagy vélemény ellenére a startmunka, a közmunka ezeken a hátrányos helyzeteken megoldás. Tudom, hogy nem végleges, és nem is szeretnénk, hogy végleges legyen, de mégiscsak van neki egy lehetősége, hogy nem segélyből, hanem bérből tudnak megélni ezek az emberek, tudnak tervezni, és ha nem is rózsásan, de ezt az átmeneti időszakot, ameddig ezek a fejlesztések beindulnak, addig meg tudjuk oldani, ha nehezen is. Nem túl népszerű, és nem túl egyszerű a feladat. Minden esetre a jövőbe szóló befektetés talán egy kicsit egyébként még arról is beszélhetnénk, ha nem járt volna le a műsoridőnk, hogy Balcsvárosát díjazták is éppen a startmunka elmúlt időszaki tervezése miatt, mondván, hogy valóban sikerült értékteremtő foglalkoztatást végezni, de sajnos erre már nem jut időnk. Tehát azt tudom mondani, hogy valóban a balcsi emberek megtesznek mindent, hogyha a startmunkába ekkora városhoz képest a belügyminisztérium megdicséri 2 millió forintos jutalmat, az oklevelet, akkor azt mondom, szorgalmas emberek érnek ott, és megérdemlik azt, amit szeretnénk elérni. Bízunk benne, hogy a jövő ezt igazolja majd. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves nézőink, önöknek köszönöm a figyelmet. Tartsanak velünk a továbbiakban is, hiszen tovább is folytatódik a Somogy Televízió műsora. További kellemes estét kívánok, a viszontlátásra!